Főigazgató úr, kurátorasszony, fordítók, kedves barátaink! Azért óriási évünk van. 200 éve született Petőfi, Madács, Kölcse ugye véglegezte a himnuszt. Micsoda év, micsoda gazdagsága van magyar kultúrának és irodalomnak. Főigazgató úr utalt rá, hogy milyen utóélete van Madácsnak. Mondok egy furcsaságot. 2009-ben, ha visszaemlékeznek, 2008-ban volt a nagy pénzügyi válság, ami aztán reálgazdasági válság lett. És 2009 karácsonyán a The Economist című lap, a karácsonyi szám az mindig dupla szám, és írnak egy összefoglalót az adott évről. Az Economist az egy teljes szívvel a neoliberális gazdasági filozófiát vallja. És ebben a lapszámban valahogy becsúszott egy írás arról, hogy hogyan kell értelmeznünk 2009-ben a kapitalizmust. És kerestek hozzá egy metaforát, parabolát, és a következő volt az első mondata ennek a cikknek: The best modern parable of progress was written by Imre Madács in The Tragedy of Man. A valaha volt legjobb parabolája az emberi ugye, progress haladás ...nak. És ez egy hosszú, hosszú írás, amiben azt mondják, hogy voltak azért itt más próbálkozások. Volt egy Dante nevű szerző az isteni színjátékkal. Volt egy Milton nevű szerző az elveszett paradicsommal. Volt egy német is, Goethe, a Fausttal. Mindezek közül Madács Imre volt az, aki egy olyan tablót állított ki, hogy a különböző korokban hogyan gondolták az emberek a haladást, miről is van szó, ami az Economist újságírói szerint páratlan. Szerintem, aki írta, az egy év múlva nem dolgozott ott, 2010-ben egész mást írt már az Economist. Na de mi is az, ami megragadta őket? És ugye pontosan az, amit Madács zseniálisan vállalt, hogy megpróbálta értelmezni az emberi természetet. Én filozófiailag azt szoktuk mondani, már a magamfajta emberek, hogy az emberi természet változik a legkevésbé. Ugye erre bizonyíték Madács műve, vagy akár a görög szín, vagy az egyiptomi, vagy egészen el a későbbi színekig. Szerencsétlen Ádám Éva asszisztálásával és Lucifer bújtogatására szinte ugyanazokkal a problémákkal találkozik, csak Pepitában. Nem is véletlen, hogy annyi fordítás született. Virginia Woolf kétszer vagy háromszor is lefordítatta magának. Privátim, nem tudom, a 116-ban az benne van-e. Mert hallott róla, és elkezdett gondolkodni, hogy mi is ez. És ugye nagyon sokszor beleesünk abba a hibába, hogy amikor az emberi természet gyarlóságáról, esendőségéről, a viszontagságainkról írunk, akkor megfeledkezünk arról, hogy van az embernek pozitív oldala is. És ugye Madács közéleti ember is volt. Férj is volt, de arról most nem akarok beszélni, de közéleti ember is volt. És amikor megválasztották képviselőnek, ugye kampányt folytatott. Mélyen hitt, ugye egy gyönyörű könyvtára volt, meg volt benne minden, ami a kor filozófiai társadalomtudományi, mondjuk így, irodalmában számított, és a felvilágosodás irodalma is megvolt. Ugye nagyon magával ragadta a francia forradalom, persze látta annak az árnyoldalait, mint amit látjuk a Párizs színben Robespierre és a hozzásoló gazemberek leírását.
És amikor Kortes hadjáraton volt, akkor többször elmondta, hogy őt a szabadság, egyenlőség, testvériség, a francia forradalom jelmondatai irányítják. De tudjuk, hogy a francia forradalomban ezt aztán végképp kifordították, épp az ellenkezőjét csinálták. Ezért Madács megmagyarázta a választóinak, hogy mi is az igazán nagy felemelő, ami lehetséges az emberben, és nekünk magyaroknak fontos. És következőt mondta. Ezt hadd idézzem, jó? Szó szerint. Szabadság alatt értem hazám minden beolvasztástól megóvott integritását, saját ügyei minden idegen befolyástól mentes megőrzését. Nem kell, hogy áthallásaink legyenek, 1843, azt hiszem, meg 44. Egyenlőség alatt értem a törvények alatti egyenlőséget. A testvériség alatt a különböző ajkú népek igényeinek méltányos tekintetbevétele mellett mindnyájuk testvéries összeolvadását a magyar állampolgári jogokban és kötelességekben. Tehát az a felvilágosodás eszme, amit a francia forradalom enciklopédisták meg mások nyomán kialakított, azt Madács Imre ilyen fantasztikusan összetudta foglalni nekünk. És ezért méltó és igazságos, hogy az Economist 2009-ben azt mondta, hogy ez a legjobb metafora. És Madácsnak ez nem csak így egy műve volt, ami kiemelkedett, bár az irodalomtörténészek ezt mondják, és ki vagyok én, hogy ezt kommentáljam, de szerintem a Mózes is, a Csák végnapjai is, és látszik, amikor a közéletben részt vett, akkor is át tudta fordítani a filozófiai koncepciókat nagyon pontosan arra a szituációra. A Csák végnapjait nem úgy értettem, hogy az enyém, hanem a mű végnapjai. Úgyhogy igen, megkereste a megoldást. Ha megengedik, mert én is műfordító vagyok, mondanék egy pár szót, főigazgató úr beszélt a műfordításról. Szerintem a műfordítás veleje, ezért szeretem, az az alázat. Ahogy Paul Ricoeur is mondta a szerző iránt, én tovább mennék, tehát a szerző gondolatait közölni az a legérdekesebb, mert az embernek alá kell vetni magát dolognak. És tudjuk, hogy a magyar fordítás hagyományban volt egy olyan időszak, amikor ugye a legjobbjaink fordítottak. Faludi, Íj és Szabó Lőrinc, Vörös Sándor. De mondjuk, hogyha elolvasom Faludi Villon fordítását, és elolvasom az eredetit, nehez. Mert ugye ott ők úgy fordítottak, mint a mondjuk a komoly zenében, ahogy vannak átíratok. Tehát megvan a magva, megvan a fővonal, de azért ott van. Nem éppen jazz, de azért átmegy valahová. Én szerintem az alázat az egyik legfontosabb a szerző iránt. A másik alázat a leendő olvasó iránt. Nekem mindig, amikor fordítok, az az ambícióm, hogy mondjuk amit egy amerikaiban, amikor olvassa az eredeti angolt, föltámadó érzések támadjanak föl abban a magyarban is. Ami nagyon nehéz, mondom, nem akarok belekontárkodni, csak ha már itt vagyok kollégák között, akkor meg akartam ezt osztani, és nem tudok itt maradni, de majd az előadásokat elkérem, mert jó örömmel tanulnék. És még egyféle alázat van, amire megint csak Madács mutat példát. Tehát megírta ezt a művet. És akkor elküldte Arany Jánosnak, aki megigazította. És ugye megvan dokumentálva, hogy hol igazított. Azt mondják Szókratészről, hogy neki is elküldték a drámaírók a darabjaikat. Szofoklész, és akkor Szókratész itt-ott megigazította. Az nagy alázat kell, hogy az ember, én például a feleségemnek szoktam odaadni, hát nagy alázat kell, amikor meghallgatom a kommentárjait, hogy
És ugye több nap, amíg az ember megemészti, és el is fogadja. Ugye az egyik nagyon érdekes dolog az, hogy milyen az, amikor magyarról magyarra fordítunk. És nem Ó Magyar Mária síralom, de akár ez is. Az ember tragédiája. Mielőtt miniszter lettem, képzeljék el, készítettem egy magyar fordítást. Most Nádasdy Ádám megelőzött. Majd, ha már nem leszek miniszter, akkor valakinek odaadom, hogy igazítsa meg, és remélem, hogy elő tudok állni vele. Na minden esetre azért jöttem el, mert az én szívemben, az önök szívében, és ez a nekünk magyar irodalom műfordítás beleértve ápolóinak a felelősségünk, hogy élve tartsuk azokat a nagy szerzőinket, akik világra szólót alkottak az emberi természetről, illetve hát igen, úgy, ahogy az ógörögök a filozófiában, akik elhelyeznek bennünket a kozmoszban, a környezetünkben, elhelyeznek bennünket a társas létben, és elhelyeznek bennünket a saját magunk lelkében. És én Madách Imrét ilyennek tartom, és ilyennek tartom a műfordítókat is. Aki Madácsot fordít bármilyen nyelvre, az maga is filozófussá válik. Mert még magyarul magyarra fordítani is azokat az időmértékes, rendbe szorított mondatokat, kibogozni a filozófia értelmét, ahhoz kell filozófia. Úgyhogy Madách él, ahogy Vidnyánszky Attiláéknak a rendezésében a Színházi Olimpián, ahol a görög szint görögök játszották, a párizsi szint franciák játszották, minden egyes szint. A Falansztertben nem tudom, meg kint az űrben, de lehet, hogy Attila kitalálta, hogy mi is Isten nyelve. De minden esetre Madách él, úgyhogy sok sikert kívánok a konferenciára, éljen a magyar irodalom, éljenek a műfordítók, éljen Madách Imre, és éljen a magyar nyelv, és azok, akik hordozzák, éljen a haza. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.